Köszöntöm a televízió nézőket, Hübnyei Egyháza Blue Sharks atomerőmű ese férfi kosárlabda mérkőzés kezdődik pillanatokon belül. Az alsóházi rájátszás második körének első fordulójában játssza ezt a meccset a két csapat, fehérben a hazai nyíregyháziak, kékben pedig a vendég paksiak, és hamarosan dobják fel a labdát. Mondom is a kezdőt, és hát kezdjük a vendégekkel. Hármassal Gulyás Milán, négyessel Pajor Dávid a vendégeknél, aztán kilencessel Üros Gubor, 15-össel Deon Edwin és 23-assal Demonte Buckingham, viszont a fejérmezés hazai vezetik az első támadás, nullással Darius Perry, 17-essel Kasbalás, egy eladott labda, 11-essel Bazó Bruno kilépett, így van, paksi játékos, 35-össel Ritis Pipilász és 22-essel Erik Kópsz alkotja a kezdőötöst. A hazaiak vezetőedzője Darko Radulovics, Alberto Ogya is Szollár Gergő segíti a munkáját a vendégeknél. Csirke Ferenc a szakmai munkaerő számú felelőse, Szentendrei Áron és Gyebrúszki Ádám a segítői. Megvan még a labda a hazaiaknak. Vasnak egy kiosztás, Feri, Pipilász, Bazsó, tisztán, és pontosan megvan az első kosára mérkőzése, mégpedig egy tripla. A három játékvezető Földházi Tamás, Rányó Péter és Lengyel Ádám. Ezek a legfontosabb tudnivalók, meg az, hogy a rájátszás első kere után, amely előtt ugye eltörölték az alapszakasz eredményét, és az 5-4-3-2-1 ponttal kezdték a csapatok ezt a szakaszt. Egy nagyon szép betörés Gulyás Milántól, egy zsákolással fejezte be. Tehát az első kör után 14 pontja van az oroszlánnak, Peri már is válaszolt, és 14 pontja van a Paksnak, ők állnak elő, a 7 pontos Nyíregyháza pedig a táblázat végén áll, de még semmi nem dőlt el, egy csapat esik ki, ugye a Honvéddal és a Nyíregyházával harcol a kiesés elkerülését a Szeged, mert talán el lehet mondani, hogy a közben Gribor harcol ki két büntetőt, talán el lehet mondani, hogy a Paks a az oroszlány és a Kaposvár, ha matematikailag nem is, de gyakorlatilag már meghosszabbította élvonalbeli tagságát. És két Grubor büntető következik. Beszédül az első, 5-3. A második is a helyén, 5-4. Kas, Kópsz, Bazsó, Pipilász. Pipilász adja ki a kihagyhatatlant, úgyhogy támadhatnak a vezetésért a paksiak. Edvinek is indul, lepörög, és be is fejezi. Átvette a vezetést a Paks, 6-5. Pipilász, Kas, nem emeli rá, de mégis, viszont röviden, a lepattanó pedig nem a miénk. Rúgol szedi össze, Edwin teszi ki. Rúgol meg kérés, lép be, és kisodolta a kezével együtt a labdát. Perri, aki a derekát fájvalva lépett egyet-kettőt, aztán mutatta Darko Radulovicsnak, hogy nincs gond, nem kell csele. Viszont ez a második Perri hiba, nagyon hamar. 2-20 telt el a mérkőzésből. Gubor pedig az előbb biztos kézzel büntetőzött, most is. Ez is beszédül, 3 ponttal meglépett a Paks. Vannak hiányzói a paksi csapatnak, ugye Kas belöbbölte végül, Perri, Bazsó. Megpróbálta megjátszani Kópszot, várták ott ketten is, hogy hármas emelnek rá, de nem tették meg. Ez egy eladott labda, Bazsó. Buckinghamet nem tudta megverni egy az egyben, beleáll, vannak a lepattanóért, ott van Pipilász,
És ez is kiszédül. Jönnek ki a közeli dobások. Edwin pedig megindul a gyűrű felé. Pipirász tartja. De sikertelenül, és időt kér. Darko Radulovics, hiszen 10-5-re meglépett. Ő 3 perc elteltével a nyíregyházi csapat, és hát kimaradtak zicserek, voltak rossz vállalások, rossz választások, úgyhogy nem csoda, hogy Darko Radulovics már is úgy dönt, hogy eligazítja a csapatát, ráadásul Terrinek, a hazai a kulcsemberének már is 2 hibája van, és mondtam, hogy vannak paksi hiányzók, ugye Engisel János nincs, és is a sérülése bajlódik, ugye ő a 2 csapat alapszakaszban a nyíregyházi meccsén 30 font fölött dobott, és Kovács Ákos is hiányzik, valamint Edkinson sincs a paksi keretben. Jönnek vissza a csapatok. Egy Bazsó tripla és egy Pipirász dupla eddig hazai oldalon. Grubornak a 4 büntetőpontja, Edwinnek 4 pontja, 2 akcióból is Gulyás Milán zsákolt még egyet. Úgy jött össze az eddigi 15 pont, amelyből 10 a paksiaké, 5 pedig a nyíregyháziaké, és most növelheti pontjószámát a hazai csapat. Pipirász egyedül indul meg, és ő is zsákol egyet, bemutatott egy passz, de aztán úgy döntött, hogy támadja a gyűrűt, jól tette. Buckingham, Gulyás megint megindul, de most Kopsz zárt. Nem is volt jó a dobás, megvan a labda. Bazsó. Pipirász megy zárni. Kars. Pipirász ráhúz egy 3-as, röviden. A lepattanó pedig a vendégeké, de kilépett Pajor Dávid, úgyhogy visszakapja a labdát a nyíregyháza. Perry, neki kellenek a pontjai. Tudja ezt ő is, egy gyönyörűen vitte végig. Már is egy pontot csökkent a 2 csapat közötti különbség. Az időkérés után 2 kosárral helyezett be 2 támadás a nyíregyháza. Buckingham. Nem megy közelebb, röviden, nem is mentek a lepattanóért a kékek, úgyhogy Terry kezébe hullott a labda. Ő is ráhúz egy 3-as. Pontosan 12-10. 7 pontos már Darius Perry. Hopp. Edwin. Elviszerzett labdát, de csak Csirke Ferencet tudta játékba hozni. És egy csere. Pajor helyére egyes számmal Frank Áron érkezett a paksi csapatba. Edwin nem veszi közelebb, hanem beszór egy duplát. 12-12. Elvi. Kópsz. Kihasználta a fizikai fölényét, és a szép poroggal vette vissza a vezetést. Közben már túl vagyunk a negyed felén. Megvan a labda. Terry vigyázni kellene, hogy támadó legyen. Kisebb dolták a kezéből, de marad a fehér mezeseknél. És sebe lesz hazai oldalon is. Fizik ikoni érkezik majd Kópsz helyére. Pontokat szerző Kópsz jön le. 21-es a pályán. Fizik
Terry. Bazsó nem tudta támadni a gyűrűt. Lehet, hogy megpróbálja mégis, elcsúszott. És nincs bent a labda, de Koné szedte össze. Fautolták, ha minden igaz, Gubor volt az elkövető. Ez a vendégek első hibája, mondjuk itt egyházban is oldal is mindössze kettő van. Peri, Koné, Kas. Peri nem kaphatta, vagy nem kapta. 5 másodperc, Kas nem, Bazsónak kell eldobni a messziről, pontatlan, picit hosszú volt, és Konének nem volt esélye a lepattanóra, úgyhogy értnek a kékmezesek. Rubor nem megy közelebb, kimarad a tripla. Terry. Ha beesik, jó a kosár, de nem esik be. Korszerűtnek mutat Terry, hogy megfogták. Ez én fault, Frank Aaron volt a tettes. Megbeszélik, lehet, hogy vissza is nézik. Igen, úgy tűnik. Kérdezik, hogy kér egy challenge-et. Megnézik az esetet. Igen, mert ha sportszerűtlen hiba, akkor büntetők is marad a labda a nyíregyháziaknál. Alkalomhoz illő zene. Ott egy két hetes szünet az alsóházi rájátszásban. Korosztályos bajnoki döntőt rendeztek. Volt idejük a csapatoknak felkészülni az utolsó etapra. Sportszerűtlen hiba, jogosan reklamált Terry. Mondjuk nem azért adták meg, hanem megnézték a játékvezetőt. És úgy ítélték meg, hogy Frank Aaron szándékosan fogta meg Terry kezét. Csizmadi Attila 11-esel a pályán Gulyás helyén közben. És akkor Perry két büntetője következik. Egy pattanás után, de bent van. Ez már pattanás nélkül. 16-12, és Kass Balázs dobhatja be a labdát. Egyenre nincs kinek, Koné. Aztán visszaadja, meg kérkéri Perry. Kass, már is dobhat, nagyon röviden, és most nem volt esély megszerezni a lepattanót. Edwin indul meg, és amilyen lendülettel meg gyakorlatilag végigviheti, végig is vitte, és be is dobta. Nagy ellenállás nem fejtett most védekezésben a hazai csapat. Ugyanúgy, mint hogy a másik oldalon a pass, ez egy nagyon gyors támadás volt, ide felállt volna a védelem. Pipirász már be is zsákolta. Edwin. Nyolc fontos már Edwin. Egy kiosztás, nincs távoli dobás, van viszony közeli, ami a hazaiaké, Perry, és így egy eladott labda, kár érte, mert megvolt a labda, csínbe ment, és kimarad, Bazsó pedig futhat, és megint egy elkapkodott támadás, két támadás kapkodott most egymás után, vagy egyházi csapat, ilyen is egy csere. 18-14, picit lehetett volna nyitni az ollót. Bazsó helyére Fazekas Csaba érkezik 20-assal.
Mazurdának egy triplát. Perry már 9 pontos, a másik legyen Edwin 8. Buckingham indul meg, osztja ki. És egy hármas. Buckingham. És már is 18-17, nem hogy ilyet az olló, hanem záródott. Perry. Nincs bent. Pipirásznak a pöcies nincs. Tehát ezekért nem egy-két nagyon közeli dobás maradt ki, és egy szabálytalanság Kastól, ez még a harmadik csapathiba. Kis Benedek érkezik Kass Balázs helyére 12-essel. És Gulyás jön vissza 3-assal. Gubor helyére. Tizmadíja beleállhat, megnézheti, és nagyon mellé dobja. Kapja a biztató átbeveregetés Gulyástól, 18-17. Kazekas, Pitidás, kettő büntető, a harmadik csapathiba ugyan, de dobás közben faultolták Pipiraszt, akinek 4 pontja van. Három-három hiba. Hosszan. 18-17-nél. Majd pontosan 19-17. Kevesebb, mint 2 perc az első negyedből. Edwin. Frank. Egy hármassal visszaveszi a vezetést a Paks. 20-19 a vendégeknek. Perry kiosztja Fazekasnak, ő nem tudta felemelni. Koné még összeszedi. Aztán röviden dobja. Majd jól. 21-20. Viszont itt a másik oldalon, a fauttal együtt. Jön vissza Kass Balázs. Perry helyére. A büntető is, 23-21 a vendégeknek, amikor lassan belépünk a negyed utolsó percébe, minek a Balázs játszott a labdát, benne is vagyunk, és nem tud labdát kapni, Fazekas igen. Kis Benedek, dobni kell, rettenetesen rövid. És megint egy faut, 2 dobás. Jön vissza Bazsó. Kis megy le. Buckingham büntetőzhet, biztos kézzel, már 7 pontnál jár. Bent van. 4 pontos Paksi előny, 25 kapott pont, az elég sok. Mazekas, Bazsó, Pipirász, megpróbálja egyedül megoldani, meg is tette.
23-25, ki kellene védekezni, bár végig fogják támadni a vendéglaton, még mondjuk ki kellene védekezni, hiszen gyakorlatilag egy másodperc a különbség a negyedből hátralévő idő és a támadó idő között. Hát ezt villám gyorsan és könnyen végigvitték a vendégek. Pipirasz még egy távoli dobás, talán Fazekastó belefér. Jó lett volna, ha egy másodperccel kettővel hamarabb megy vége ez a támadás, de nem így történt, úgyhogy 23-27 az állás. Egynegyedni játék után innen folytatjuk. 10 perc játék után, tehát Hüvnyen Nyíregyháza Bursász atomerőműese 23-27, és a vendégek kezdik majd a második negyedet. Nagyon sok nyíregyházi szempontból a 27 kapott pont. Úgyhogy mindenképpen javítani, szigorítani kell a védekezésén a hazai csapatnak. Pajó a Dávid állott a felező vonalnál, és ő dobhatja be a labdát. Buckingham. Kiosztja. Pajor, rövid lesz. Lepattanó pedig megvan. Kopsz jött vissza. És visszajött Perry is. Rajtuk kívül Fazekas. Bazsó és Kas a hazai csapatban. Kopsz. 25-27. Buckingham megint nagyon könnyen oda ment a gyűrű közelébe, kiről ment ki, Perry ezért a labda úgy tűnik. Van még 15 perc támadó idő, Perry mintha nem tett róla, elesett. Edwin, meg volt a labda, de vonalon kívül esett le. Kimaradt az ígyszer, Perry. Egy faut. Rubor második hibája. Kopszkas. Perry szabadul, kapja. És dobja. Biztos kézzel, 1-3-as. 28-27. De már jönnek a vendégek. Ujás. Buckingham. Nem emelte fel végül. Rubor futott bele, nem kapott labdát. Edwin. Ott a válasz. Ujjás Milán. És kettővel mennek a vendégek. Perry megpróbált betörni. Nagyon nyújt oda neki. Kas dobhatja be. Kops kapja vissza. Perry. Az kezéből csúszott ki, pedig húzta volna rá a hármast. Fazekas húzza is. Biztosan, pontosan, 31-30. Kellenek, minden pont kell, hiszen ez a meccs mindenképp kell a hazaiaknak. Kas próbál oda piszkálni. Ujjás tért be is. Fejezte be, megint vezet a Paks. Ugyás Milán 7 pontnál jár. Kopszot szerette volna játékba hozni Kas, de bele nyúltak. Mivel egyházi szempontból szerencse, hogy maradt a labda a hazaiaknál. Perry. Kas középről hosszan, és a labda nem a miénk. Rubor.
kimaradt. Ezt most köszönjük meg. Kass Balázs. Kószot lepte meg egy picit a labda, de aztán befejezte 33-32 kosárot, bár az előtt kimaradt egy paksi oldalon. Jó lesz odafigyelni Gulyás Milánra. 10 pontnál jár. Ups. Ő egy kettesre válaszol, 35-35. És amíg Gulyásnak mennek a hármasok, rá is fogja húzni azokat. Lásd most. És ez is bent van. 38-35. Kettőssel lesz az aiaknál. Ha van egy játékos, aki elkapja a fonot és dobja a triplákat, illik odafigyelni rá. Az Efes most csak kettes, csak idézőjelben, de ez is kellett. És nézzük Gulyás Milánt, mert amíg megy neki, addig emelni fogja rá a hármasokat. Nem lesz bejátszás, de van. Egy döbbölt labda is kosára vége. Buckingham gyötörte be. 37-40, lehet megint menni a vendégek után. Ezt most elnézte Perry, nagyon elmérte. Mind a két oldalt változtatva. Időkérés. Mégpedig a vendégeknél 37-40-nél. Vissza a csapatok. Egy-egy időkérés, és jön a Paks. 6 perc van hátra a nagy szünetig. Frank, az Ekas vele szemben. Nincs bent, Grubor hármasa. Az Ekas. Kis nem dobta rá, hanem közelebb viszi, és beejti a labdát a gyűrűbe. Klasszikus szentelnék most a hazaiak is. Frank. Begyötölte. Takarítani kell a pályát. 39-42. Sok a pont. 5-17 van hátra még a második negyedből. Kis. Elvi kezébe tette, aki kiszorított helyzetben. Pipi Lász elvette ki, tudta, hogy az övé lesz. Csak itt nagyon beszorult a sarokba néhány másodperc a nyíregyházi csapat.
Kis Benedek, Pipi lesz. Szókörökkal nincs gond. Peri. Egy eladott labda, nem tudom, mit szeretett volna vele. Vendége ki a labda, Google szedte le. Frank. Buckingham. Rubol pedig, dob egy rövidet, és a lepattanó fazekasé, aki megindul. Perry, nem dobja el. Kis fazekas, Bazsó, ő csak ijesztett. Pipi lász, addig-addig ment körbe a labda, mi sikerült elveszíteni. Buckingham. Rugor, Perry mellett kiosztja. Nincs meg a tripla, de nincs meg a lepattanó sem. Buckingham pedig bedobja, tehát ha dobálnak a vendégek, akkor előbb-utóbb beakad egy dobás. Így történt, most is 6 ponton ért a különbség. Perry. Szabálytalankodtak vele szemben. Pajor teszi fel a kezét. Edwin és Csizmadi jön a vendégeknél. Az ajaknál Kópsz érkezik. Rugor és Gulyás jött le. Paksi oldalon. Fazekas. Kópsz. Pipi lesz, röviden, és nem hullik be a labda, és nem is a miénk. 6 pont. Pajor. Edwin. Kosár plusz faut. Kis nem tudta tartani. Megnézik, azt sem kizárt, hogy sportszerűtlent ítélnek. Megvan az ítélet, így van, sportszerűtlen, túl látványosan fogta meg Kis Benedek Edwin derekát, aki dobhat még egy büntetőt, és lassan eléri az 50 pontot a Paks. Kijön a büntető, viszont marad a labda a kékeknél. Buckingham nem tétovázik, dob egy hosszút. Edwin fazekast próbálja tartani. Szizmedia. Buckingham még egyszer próbálkoztat, megint egy rövidet dob, most már legalább megvan a labda. Perry viszi be a sűrűbe, és hagyja ki, Kósz összeszedi. Kiveszik a kezéből, vagy kisodolják a kezéből. Buckingham ezt kihagyja. Perry, elég kapkodó a játék. Egy faul, de még csak a negyedik. Rugón jön, Pajor helyére, akinek ez a hiba. A harmadik. Rúgból is jön vissza. Perry, jó lenne picit zárkózni a nagy szünetig. Kópsz, fazekas. Fuh,
így nehéz lesz. Frankáron dobott egyet, aztán dobhat hármat. Szabálytalankodtak vele szemben. Reméljük nincs sérülés. Van kötözi ki a cipőjét. Aztán majd kötözi be. Perinek a harmadik hibája volt, úgyhogy le fog jönni. Mutatja a játékvezetőknek, hogy beleugrottak. Ez viszont nem hagyja meg a játékvezetőket, úgyhogy a 12 pontos Perri, aki a legeredményesebb nyíregyházi játékos, lesétál. Kis Benedekkel egyetemben. Frank is leül. És Buckingham dobhat három büntetőt. 10 pont fölé növelhetve a különbséget. Egyből egy. Kettőből egy. És háromból kettő. 39-49, 10 pont közt a legnagyobb különbség, és javulnia kell a hazai csapatnak mindenképpen. Pontosabban játszani, keményebben védekezni, de hát ezt tudtuk a meccs előtt is. Fazekas indul meg. Ez sincs bent, ez már igen. Hoops. Egy-két jó védekezés, egy-két jó támadás befejezés is közelebb lehet kerülni. De egész egyszerűen erre a győzelme szükségük van a hazaiaknak a bennmaradásért vívott harcban. Gulyás. Ott a túloldalra. Kettő büntető Edwintől. Behúlik az első. Második nem, Kópszettel lepattanót, ez is valami. Kas. Az a Kas, volt egy nagyon rossz távoli kísérlete. Most ráhúzza, ez sem jó, és nem a Mienka labda. Kellenének a triplák, nagyon kellenének Edwin. Nem jó, Kasé a labda legalább megvan. Jött Rikas Balázs, aki eladja. Próbált a Pipirásznak oda tolni, viszont megszerezte Bazsó. Legalább bement volna, így viszont két büntető. Hosszú segíti fel a másik oldalon, kell a két büntető, nem is kérdés. 9 font a Paks előnye, elérték az 50-et a vendégek. Bazsó Bruno általában biztos kézzel dobja a büntetőket, ez most kimaradt. Ez már bent van. Frank jön. Rubor helyére, aki három hibát gyűjtött össze, csak úgy, mint Perri a nyíregyháziaknál. Frank, már vette Bazsó, és Kass van még ott.
Belül lassan a negyed utolsó percén most léptünk be. Rang. Kedves Ikinek adhatná. Egy szép befutás Buckinghamtől, és megint 10 közte. Kops. És odolták a labdát a kezéből. Adog egy picit a labda, nem is picit a vendégeknél, de még van idejük bőven, úgyhogy Ezgyünk ki is hozhatja, hogy aztán meginduljon. És egyedül fejezze be 12 pontos vendégvezetés, akkor amikor 7 másodperc van, egy távoli dobás kell, nincs mese, Pipilász el is vállalja, és be is dobja, legalább a vége. Jó, és bízunk benne, hogy a legvége is jó lesz. 45-54, 9 pontos vendégelőny. Lényegesen jobb játékra van szükségük a hazaiaknak ahhoz, hogy a maguk javára fordítsák ezt a mérkőzést. Az első negyedet 27-23-ra, a másodikat 27-22-re nyerte a Paksi csapat, így alakult ki a mostani 54-45-ös atomerőműese vezetés, hát egyértelmű így a képlet, annyira egyházaknak javítani kell a védekezésükön, mert ha mondjuk megduplázzuk a mostani eredményt, 90 dobott ponttal lehet meccset nyerni, de 104 kapottal viszont nagyon nehéz, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de rendkívül nehéz, úgyhogy jobb védekezés, még ennél is eredményesebb támadójáték, ez lehet a fordítás záloga, és egyértelmű természetesen, hogy a nyíregyháziak fordítani szeretnének, ők kezdik majd a második félidőt, a harmadik negyedet, és Peri jön vissza mellette, Fazekas, Bazsó, Kopsz és Pipilász a pályán, míg a vendégeknél Grubor, Edwin, Buckingham, Csizmadíja, és azt hiszem Gulyás van ott, ha jól látom. Igen, a harmadik negyed kezdetén. Három faultja van Perrinek, három Grubornak és Pajornak. Ők a kik veszélyeztetett helyzetben vannak, és jó lenne kosárra kezdeni a harmadik negyedet. Perri. Pipilász meg is tette. De ez csak a feladat egyik része. Kilépett, úgy tűnik Csizmadíja. Hazekas, Perrit hozzá majd játékba, hozzá is. Pipilász, Perri. Ahhoz, hogy győző szükség van, jó egyéni teljesítményekre, Pipilász is kilépett. De kár ezekért, hiszen ott volt az esély, hogy közelebb kerüljön a Nyíregyháza. Buckingham. Gulyás. És Bazsóra fújnak egy fautot. Egyen játékvezető mutatja, hogy szabálytalan volt a megmozdulás, pedig már meg volt a labda. Zadia, Edwin, nem megy közelebb, dob egy triplát. El fogják dobálni a Paksi játékosok, hanem áll mellettük ott senki. És be is dobják, úgyhogy megint 10 közte. Ups. Dobhat két büntetőt. Gondolkodott egy picit a labda, de aztán beesett.
A második már tökéletesen pottyant be. 49-57. Hiás. Most ő lépett ki. Mint összement volna a pálya nagy szünetben. Másfél perc alatt három kilépés történt. Peri. Ezekas. Kops. Kizvadia mögötte. Ezt meg kellene oldania. Ehelyett egy eladott labda. Hújás. És Edwin fejezi be. Megint 10. Kettő büntető. Most jár 50 pontnál a nyíregyházi csapat. Ötvenegy-ötvenkilenc. Ujjás. Azek az csak belekapni tudott. Csizmadíja. Zubor. Rövid lesz, de lepattan. Nem a miénk. Érkezik egy újabb dobás, ez pedig bent van. A két-három esély egymás után a paksiaknak. Nem először, és nem először tripla a vége. 10 pont fölött a különbség. Perri. Az idő pedig fogy, 2,5 perc már eltelt a harmadik negyedből is. Majdnem megint egy eladott labda. Bazsó, nincs bent. Edwin arra szolgat közelebb. Körbejárt a labda. Nincs hármas most, Paksi oldalon. Perri, Pipirász. Eladott labda ismét. Létszámfölényben a vendégek. És némi szerencsével a hazaiakhoz kerül a labda. Jó volt a védekezés mondjuk, de talán picit túl spirázták a Paksiak. Eltelt bő 3 perc a harmadik negyedben, és igazán nem látom, hogy a nyíregyháziak játéka változott volna. Eladott labdák, hibák, Paksiak pedig teszik, amit tenniük kell. Fazekas még bent tudja tartani. Viszont nem dobja be. Gulyás robog. Edwin, Perdi mögötte. Megoldja Edwin. Darko Radov is néz hátra, szálljunk Kass Balázsnak. 13 pontos a különbség. Bazsó. Kops. Röviden megfogták Pipirász kezét, Gulyás tette fel a kezét, ezért dobás nem jár. Alaponnal röhetünk majd. Perdi helyére jön Kass. Próbálkozik Darko Radulovics. De hát ő kosarat nem tud dobni. Ezen megint egy eladott labda. Lejárt a támadó idő. Nem lett kosár. Rubor a másik oldalon.
Edwin. Kettő dobhat. Nem, hogy csökkenne, inkább nőhet a különbség. Ugye 9 pont volt a negyed elején, most már 13. Most már 14. Marad a 14, és megvan a labda. Pici siker. És újabb eladott labda. Amiből kosarat fogunk kapni jó eséllyel. Így is történt, egy Dr. Radovics mutatja, hogy időt kér. 16 pontos vendégvezetés, egy teljesen lefagyott, szétesett hazai csapat. A pályán eladott labdák, rossz vállalások, rossz dobások, és nagyon sok van még hátra, de megmondom őszintén, én nem látok annyira egyházzák játékában olyan momentumot, amitől egy csapásra megváltozza, megfordulna a játék. De ettől függetlenül bízunk benne, hogy történik még valami kisebb csoda, és talpra áll a hazai együttes. Jönnek vissza a csapatok, és jöhet egy nyíregyházi támadás, 4-es-e Szobi Dániel. Új játékosként, Fazekas. Bazsó. Pipidász. Egyedül próbálja megoldani. Kellett hozzá Kósz segítsége. 53-67. Ne adjuk fel természetesen. Van még majdnem 5 perc. Egészen közel lehet kerülni ennyi idő alatt. Aztán még egy negyed. Szobi nyújt oda. A harmadik csapat hiba. Frank húzza rá, nincs bent, meg van a lepattanó Fazekas. Megint Kopsz. Igen, hát magassági fölénye, fizikai fölénye megvan, még ha Csizmadia talán van olyan magas, mint ő, de azért a fizikumot tekintve Kopsz az erősebb, és ha a palánk alatt több lehetőséget teremtene a nyíregyházi csapat, talán lenne keresi való. Most egy labda szerzőt Pipirásztól, aki végig is tudja vinni, Csizmadia mellette nem bántja, és Pipirász be így dobja, 10 pontra hozza fel a nyíregyháza, Csirkeferenc pedig rögtön időt is kér. Most volt egy jó 1 perc a nyíregyházi csapatnak, ebből kellene még 2-3 ebben a negyedben, aztán még 10 a negyedikben.
mind a két edző lefjezi lassan az eligazítást, gyorsabban a kékmezesek. Dárko Radovics a másik oldalon még rajzol. Aztán jönnek a hazaiak is. Folytatódott a játék, Gulyás. Frank Edwin. Buckingham. Gulyás Buckingham. Most jó volt a védekezés, nem tudott hármas dobni, Pipilac viszont oda nyúlt, ez a negyedik hiba, neki pedig az első, úgyhogy ez még belefér, bár 3-4-5 van hátra, igaz, három hiba van Paksi oldalon is. Grubor, akkor megint a pályán. Edwin. Megpróbálja egy-egy, nem, hanem kiosztott egy passz, tehát csak egy ember, egy kékmezes ember ugrott a labdáért. Edwin megpróbálja egyedül. Kettőt dobhat. ...57-67, 10 pont. Már 11. Most már 12. Jön vissza Perri a pályára. Az Ekas helyére. Szobi. Pipilas. Bazsó. Nem dobta el Szobi. Pipilas kézzel együtt ütötte ki Frank a labdát, úgyhogy büntetők következnek. Vagy Gulyás, ő így teszi fel a kezét. Akkor nem, akkor előbb volt a fault, úgyhogy csak egy mezőny, ez a negyedik a vendégeknél. Végül is Grubor volt, Gulyás eltette a kezét, de Gruborra fújták. Gulyás átvállalta volna, mert neki csak kettő van. Hopsz, tartja Csizmadia, Bazsó, Pipilas, na. Nagyon röviden, és lepattani nem, amilyen viszont Perri vissza tudja szerezni. Kópsz, ő pedig bedobja. Megvan az 59. pont. 58-59. pont, de a 10 ott van közte. Frank. Csizmadia. Edwin. Kiosztja Buckingham. Szerencsénk volt. Pipilas kezéből is adolják ki szabályosan. Frank dob kettőt, érkezett ott Hopsz is, ott van Szobi is. Egyszerűen nem sikerült 10 pont alá kerülni a nyíregyházi csapatnak, és már csak 2 perc és 13 perc van hátra a harmadik negyedből. Bajor érkezik. Gulyás helyére. Kettőből egy, de kié a labda, természetesen a vendégeké, most már megvan. Próbálkozik a Nyíregyháza, akarnak, küzdenek a fiúk, de
De rengeteg a hiba, így viszont a ilyen kalapda. Kiesés ellen küzdő csapatnál érthető, hogy feszülten nyomás alatt játszanak, és több a hiba, de egy ilyen mérkőzésen az ellenfélből kulcsjátékosok hiányoznak. Élni kellene a lehetőséggel. Most 10 font alatt. Csizmadíj a flank. Szabi mutatja, hogy nem róla ment ki. Játékvezetőt nem hagyja meg. Marad a kékmezeseknél a labda. Másfél perc, negyed végéig. Frank. Szép játék. És kosára vége. Szabálytalan zárás, reklamáltak a nyíregyháziak. Perri rögtön dob egy kettest. 9 pont, 5 pont környékére jó lenne oda kerülni, de két büntető következik, úgyhogy ha kettőből csak egyet bedobnak a vendégek, akkor megint 10 lesz közte. Az egyik bent is van. És a másik is. 63-74. Perry. Perry. Hobbs tette rajta. Bazsó lépett be. Kettő büntető itt is. Eléggé szaggatott a játék az elmúlt percekben, sok a büntető, sok a szabálytalanság. Bazsó bedobja, 5 pontos. Ez is bent van, és Koné érkezik Hobbs helyére. ...65-74 belül a negyed utolsó percén. Egy kivételezett támadás, egy tripla, és már is csak 6 lenne. Álmodozom. Ehelyett egy kapott kosár Csizmadíjától. 8 fontos. Nem, 6 font, már beírták, mire felnéztem, pipirász. Hosszan, erősen, de megvan a labda, Szobi. Bazsó rá kell húzni, nincs mese, de le kellett volna dobni. Így viszont végig támadhatja az utolsó 20 másodpercet a Paks. Mutatja is Edwin, hogy nem kell rohanni. Elengedhette. Nincs bent. Perri még egy nagyon távolit rádobhat, meg is tette. A gyűrűt ugyan érte a labda, kosár nincs. 11 pont, ezt a negyedet is nyerte a Paks. És nagyon nehéz helyzetben a Nyíregyháza, hiszen mínusz 11-ről kell nekivágnia a utolsó negyednek. Hamarosan következik a záró negyed, ha csak valami nagyon nagy javulás nem következik be a Nyíregyháza játékában, és nem menti hosszabbításra ezt a meccset, bár szerintem most ezt mindenki aláírna a lelátón, már aki a Nyíregyházaknak szurkol, hiszen 11 ponttal vezet a Paksi együttes, és ők kezdik a negyedik negyedet. Huszonegyben nyerte a harmadik negyedet a Paksi csapat.
Ha jól számoltam. Megmentették még, még van 4 másodperc. És a lepattanó nincs meg. Pipira ütött el, de úgy pattant, hogy már nem tudta visszahúzni a pályára a labdát. Frank, Csizmadia, aki 6 pontos szorgoskodott össze. A fehéreké a labda. Edvi 27 pontos egyébként, ő a legeredményes a mezőnyben, Kósznak a 20 pontja, Perinek 16, Nyíregyházi oldalon 13 van Gulyás Milánnak, és egy kosárhoz faut, feláll a Nyíregyházi kispad, bízva abban, hogy ez a kosár és az esetleges büntető esetleg megindítja azt a rohamot, amivel utolérheti ellenfelét a Nyíregyháza. Kijön Peri büntetője, megmentette Pipirász, fontos lehet, félek, ha dobunk belőle egy kosarat. Mondjuk Pipirász egy hármast, de nem dob. Kilenc font, ez még mindig egy olyan különbség, amit el lehet dolgozni. Főleg, ha szerzünk egy labdát, megvan, Pipirász, Peri. Pipirász. Védő faut. Bár Frank megpróbált eljátszani, hogy elborították. Törő Anikel mutatja Bazsó Bruno. Frank Áronnak a harmadik hibája. Mazsó dobhat majd alapvonalról, mert oda is kocog. Oni, Peri. Bazsó lett volna a címzet, Edwin belekapni tudott. Van még 10 másodperc támadó idő. Szobi helyett. Pipirász dobja be, jön Gulyás és Rubor. Csizmadia és Frank helyére. Megint Foné, Bazsó, Pipirász, ez sincs bent, és a labda úgy pattan, hogy az ellenfélé nem lennének ezek a hármasok extrák, hiszen tiszta dobó helyzet volt, nem egy, nem kettő, viszont elegedetlennek ahhoz, hogy, vagy lennének ahhoz, hogy Nyíregyháza zárkózzon, esetleg fordítson. Ez így lépése elsúszott Edwin. Jó volt a védekezés, nem is igazán reklamál. Mutatja, hogy csúszik a pályát, igen. Perri. Kosarak kellenek. Honé. Perrinek. Aki kihozza, majd bedobja. 69-76. Kürke Ferenc reklamál. És kapott egy technikait, ha minden igaz. Bazsó megy oda, hogy elvégezze a büntetőt. Rubol lesétál, és jön vissza Csizmadia, mert lábát fájdalta a vendégek légiósa. És kellene ez a büntető is természetesen. Időkérdési lehetőség van még mindkét oldalon, és még idő is. Bent van a büntető,
70-76 látótávolság. Kicsit az borult fel, de nem fújtak a játékvezetők. Edwin. Nagyon távolról, nem jó. Lepattanó pedig Pipiraszi. Megvan még, még mindig megvan. Nem hiszem el. Kapkodás, hibázás, megvolt a labda. Persze érthető a feszültség, valamit egyeztetnek a játékvezetők. Kint az asztalnál. Ternei Gábor, nem kell szembenőr. Hívta oda a játékvezetőket, hogy nézzenek meg valamit. Innen nem tudom megmondani, mit néznek vissza. Mindesetén úgy álltak fel most a csapatok, hogy a Paks hozhatja majd játékba a labdát, de valami nem tiszta, nem egyértelmű, az biztos. Kár ezért, mert még közelebb lehetett volna kerülni, hiszen megvolt a labda. Csirke Ferenc magyaráz valamit a játékvezetőnek. Érkezett egy olyan szituációt néznek, amely esetleg a Paks számára lehet kedvezőtlen. Mármint a döntés, ami utána következik. Egyelőre csak Lengyel Balázs vizsgálja a tabletet, közben oda hívja a játékosokat. Darko Radulovics. Jó lenne látni, mi a vizsgálat tárgya. Az órával volt valami, meg kell állítani az időt, igen, akkor ez volt 7:35 a hátralévő idő. És folytatódott a játék 70-76-os állásnál. Edwin osztotta ki. Csizmadi a gulyás. Lépés vagy faut? Faut. Perrinek a negyedik hibája. 20 fonttal áll csak úgy, mint Kópsz. Hát a Csizmadi, a gulyás. Buckingham. Meg fel közelebb csalni magát, aztán kiosztotta. Mi is lepattan, no, sajnos, kosár sincs és lepattanó sem volt. Nagyon sok lepattanó, támadó lepattanó szednek a vendégek. És egy újabb távoli próbálkozás, ez már megvan, Pipi leszé a labda. És Perri alig, hanem négy fauttal is fent fog maradni, amíg tud. Viszont a pontjaira szükség van. Pipi lesz, egy hármas, ott van! Három pont! Felúlik a nyíregyházi kispad, és elég hamar közel került ellenfejez a nyíregyháza. Jön is a szurkolás, egy kettes, rögtön, hogy egy picit lehűtse a hangulatot. De tekintve, hogy 6,5 perc van hátra, illetve a meccs.
Pipirász még egyszer. Hajszál híján. De a hajszál az pont arra elég, hogy nem. A majdnem az gyakorlatilag a nemmel egyenlő. Ez rövid lesz. Lepattanó megvan. Nyugalom mutatja Radulovic. 5 pont. Kettes is jó. Lehet arra szolgatni. 3-as még jobb persze. Szobi. Pipirász. Ott támasztják. 7 másodperc, Szobi. Bazsó megnézi, és bedobja! 76-78, egészen más hangulat. A Continental Arénában, mint mondjuk 10 perccel ezelőtt. Csak labda volt. Jön Kovsz. És hát tegyük hozzá, hogy Edwin és Buckingham nagyon sokat volt a pályán. Úgyhogy azért el is fáradhatnak, hozzátették a magukét, Edwin 27 pontos, Buckingham 22, de azért szinte vég a pályán lenni, az öli az energiát. Pajor. Nincs meg a lepattanó sajnos. Szizmadíja, egy kiosztás, és egy hármas. 81-76, 2 pont volt, most 5 pont. 5 és fél perc, jön Fazekas Bazsó helyére, aki lebiceg. Pajor behintette a hármast. Ops, Perry. Ellenek a kosarak, nincs mese, 2 pont volt. Nem jön a különbség, hanem ha lehet, akkor csökkenjen. Fazekas közelebb viszi, leosztja, és fauttal együtt Ops. 78-81. Hosszú lesz. Lepattanó Pipirászi, mondom én. De megvan, Kóps. Perry kérte el. Nagyon fontos lepattanó most. Támadó lepattanó a hazaiaknál. Fazekas úgy dönt egyedül, csinálja meg. De nem csinálja meg. Nem hullott be a labda. 3 közte. Buckingham. Kettes, nem jó, Kops, Perry, sikítás a nézőtéren, szerencse, ez egy rossz dobás. Pipirász nyújt oda, második hiba, megállított egy gyors akciót, 4-25 van még hátra. Nincs meg, mármint a kosár, megvan a labda viszont. Perry, figyelni kellene, hogy támadó legyen. Pajor próbálja keseríteni az életét. Elment a támadó idő fele. Perry kezébe ütötték ki a labdát. Úgy helyzetekbe hívák. Akár dicsérjük a vendégeket, Gulyás Milán. És most Pajor kezébe esett a labda. De sokadik paksi támadó lepattanó. Edwin. Újás újabb próbálkozás. Ez bedobja természetesen, és időkérés. Tehát ha próbálkozhatnak, előbb-utóbb bedobják, ezt elmondtam már többször. Úgyhogy 78-84-nél 3.30 a meccs vége előtt Darko Radovics kért időt.
Gulyás Milán 16 pontos ezzel a triplával, és 6 ponttal vezet az atomerőmérse. 3,5 perccel a mérkőzés vége előtt. Ugye 11 pont volt a különbség, volt köztem már 2 a harmadik negyed után, volt köztem most ebben negyedben 2, és most 6 pont, egy picit megint távol abban a Paksonyi Nyíregyházától, de a hazaiak támadhatnak. Perdi. Kipirász. Szobi. Fazekas. Mopszot hozta a játékba, akinek kimarad az első dobása, a második is, és már nem a miénk a labda. Körülbelül 15 centiről kellett volna begyötörni a labdát a gyűrűbe, igaz, hogy voltak körülötte. Csak hát így nagyon nehéz lesz. Edwin. Így meg még nehezebb. Tehát ami egyik oldalon nem megy be 20 centiről, azt a másik oldalon bedobják. 5 méterről, 8 pont, még mindig nincs vesze minden, de hát kosár kell egyértelmű. Hazekas nem dugta el, pedig igen. Nincs kosár és a labda az órához, ért jöhetnek a vendégek. Felcsillant a remény, ami még mindig nem hambadt el teljesen, de most időkérés. Paksi oldalon. Tehát az egy perc, jöhetnek a csapatok, 2-29, 8 pont. És jöhet a Paks, amely a kosarat szerez, akár pontot is tehet a meccs végére. Edwin, ez a legeredményesebbje, 29 ponttal. Buckingham. Edwin szerez egy kosarat. Közte 10 megint, és már csak 2 perc van hátra. Nincs mese el kell dobni, nincs bent, nem a milyen kalapda, és azt hiszem itt a vége. Nagy kár érte, szabálytalankodott Bazsó, hogy büntetőzön az ellenfél, de hát olyan kevés az idő, és akkor a különbség, hogy ez már nem igen fog változni. Feljött 2 pont a Nyíregyháza a negyedik negyedben, de tovább nem sikerült kapaszkodni, és nagyon kár ezért a meccsért, hiszen ez talán egy nyerhető mérkőzés lett volna, hozzátéve a hiányzók ellenére a Paks mindent megtett a győzelemért, és ellenállás szerint be is húzzák ezt a meccset, tehát abszolút nem érdemtelen a vendégek siker, amennyiben Paksi győzelemmel zárul ez a találkozó, és hát ellenállás szerint így néz ki ez a mérkőzés, 1-40-nél a vége előtt, 78-88-as állásnál. Pajor dobhatja be, viszont még csak a harmadik csapatfaut volt, úgyhogy akkor nem is azért volt az a
Nem érzi szabálytalanság, hanem Bazsó nyújt oda. Menetesedésében Pajor. Idővel is játszanak a vendégek, nincs hová sietniük. Csizmadíja, szép szerelés, és úgy húzták ki a kezéből a labdát, hogy róla ment ki. Három szipla és egy dupla kellene az, hogy ezt a meccset megfordítsa a Nyíregyháza. Láttuk már ilyen csodát kosármeccsen, de hát az itka, mint a fehér holló. Feri. Egyre dobóhelyzet sincs. Egy kettes megvan, akkor már csak három tripla kellene. Buckingham. Ez megint a miénk. Szerintem így van. Repül az Edwin, és így ment ki a labda, hogy az ő mozgásának irányát követte. És egy Nyíregyház időkérés. Az utolsó 56 másodperc. Nincs mese, pár másodpercen felül dobni kell egy hármast. Aztán meglátjuk, mi lesz. Alig, ha lehet más a taktika. Belül tehát az utolsó percen, a Pécsnek még van egy időkérési lehetősége. Jöhetnek tehát a hazaiak. Mégpedig az ellenfél tél felélő az időkérés után. Bazsó, Mazekas. Ez az idő, amiből a legkevesebb van. Pipirász nincs bent. És kié a labda a miénk, hiszen tartott labda, csak közben elment 15 másodperc. És nekünk kedvez a nyíl, törölni kell. Következő mérkőzés szombaton lesz, akkor a Szegedet fogadják a nyíregyháziak. És ez is egy nagyon fontos találkozó lesz, mint ahogy mindegyik már itt az alsóházi rájátszásban. Hopsz, Ervi, figyelnek, hogy be tudjon dobni. Legalábbis távolról ne. Közelről sem megy, de Edwin, Buckingham, Frank, Gulyás, nem rohannak a vendégek, játszanak az idővel. Pipirász volt ott, marad a labda, 5 másodpercig még a paksiaknál, de igazán annak már nincs jelentősége, hogy mi történik a hátralévő 13 és fél másodpercben. Az első negyed végén már vezettek 4 ponttal a paksiak, aztán ahhoz hozzátettek még a másik negyedben is. 5-5. Aztán a negyedik negyedben felcsillant a remény a hazaiak előtt, de utolérni nem sikerült a vendégeket. Csirke Ferenc reklamál valamit. 11 másodperc, 11 és fél másodperc.
8 pontos paksi előny. Megmondom, hogy szintén nem tudom jelen helyzetben mi a vita tárgya. Megint lehet, hogy az órán kell állítani valamit, de hát ez már nem osz, nem szoroz. Van még hát a 4 forduló, 4 esélye Nyíregyházának, hogy szerezzen annyi győzelmet, amelyen meghosszabbítja a labdai tagságát. Ezen a meccsen lehetett volna rá esély, nem is indult rosszul, de aztán a paksiak gyakorlatilag az első negyed közepétől végigvezettek, úgyhogy nem érdemtelenül nyerik meg ezt a találkozót, és hát már eddig is biztosra vehető volt a bemaradásuk, ezzel a győzelemmel pedig feltették a pontot arra a bizonyos íre. Még odaütött Pajor negyedik hibája, meg a csapatnak is. 7 másodperc Ferri. Magyakas beütött a fel kis híján Gulyás, a lendület és a lelkesedés, úgyhogy még 2 fazekas büntetőt biztosan láthatunk, 2,4 másodperc van hátra. Ebben benne van szinte az egész mérkőzés nyíregyházi szempontból. Ez már jó. Leperegtek a hátralévő másodpercek. Gratulál Rákor Alavi Csirke Ferencnek. A rájátszás második körének első fordulójában Hübner Nyíregyháza a Blue Sharks atomerőműese 81-88. Nincs meg tehát a nyíregyháziak második győzelme az alsóházi rájátszáson. Bízunk benne, hogy szombaton a Szeged ellen meg lesz az a siker. Játékos is gratulálnak egymásnak. Nem veszett el még minden a Nyíregyháza számára. Úgyhogy bízunk a jó folytatásban, a Pastnak pedig sok sikert kívánunk a hátralévő mérkőzéseken. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!